az 1918 őszi demokratikus Károlyi-féle forradalomról és az azt követő bolsevista tanácsköztársaságról, amelyet hát így összekapcsoltunk, hogy két forradalom, de valójában nagyon nagy mértékben különbözött, mert az egyik a régi alapokon tulajdonképpen demokratizálni akarta Magyarországot, a másik pedig egy totális átalakulást, egy szovjet típusú totális átalakulást próbált véghez vinni Magyarországot.